Június 2-án péntek este, jó estét kívánok, a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! A pedagógusokat köszöntötte Tata városa. Újabb 3 fő lett hivatalosan is magyar állampolgár. Rendhagyó kiállítás nyílt az Eszterházi kiskastélyban. A biztos pusztulástól mentették meg az újszülött kismacskákat. Diákok ezreit tanították azok a nyugdíjba vonuló és színes diplomás pedagógusok, akiket ma a sportcsarnokban köszöntött a város. A hagyományos pedagógus napi ünnepségen az elismerések átadása mellett szakmai előadásra is invitálták a tatai tanítókat. 5-en vehettek át aranydiplomát ma a sportcsarnokban szervezett pedagógus napi ünnepségen. Ők oklevelüket legalább 50 évvel korábban szerezték meg egy felsőfokú intézményben. Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért 2 pedagógust szolgálati emlékéremmel is elismertek. A tatai hagyományoknak megfelelően a helyi intézményekben dolgozó, nyugdíjba vonuló munkatársakat is köszöntötték. Ma akkor, amikor a családok sok-sok nehézséggel küzdenek, és itt most nem az anyagiakra gondolok, hanem elsősorban arra, hogy megtalálják a helyüket ebben a világban, megtalálják egymást a szeretetben, hogy a családok felbomlása helyett a szövetségkötésnek az ereje jelenjen meg folyamatosan a családban, és a nagy családban is jelenjen meg ez a szövetség, és az egymásra figyelés, és az egymás tervének a hordozása. És akkor, amikor ez a gondolkodásmód, ez az életszemlélet mai időnkben is sajnos még mindig sok-sok gyengeséggel van jelen, akkor különösen is fontos, hogy önök ezt a részt is egy kicsit kiegészítsék, és ebbe a részbe is besegítsenek. Az is igaz, hogy a tanító-tanár hivatás egyre inkább elnőiesedett az elmúlt időszakban, aminek óriási előnye is vannak, hiszen az anyaszerep iskolában való megjelenítése különösen a nehéz családból érkező gyerekeknél pláne nagyon fontos. De ugyanilyen fontos az apaképnek is a megjelenítése, és ezt sokszor a női tanároknak, tanítónőknek, tanárnőknek kell átvenni. Hiszen van olyan osztályában, ahol is találkozik férfi tanárral esetleg az a gyermek. Ezt is szeretném megköszönni. Ez egy olyan külön, nagyon-nagyon nehéz többletfeladat, amit sok-sok furfanggal, ügyes kiegészítéssel, szervező munkával tudnak csak megvalósítani. Szívből gratulálok az elmúlt esztendőben elért eredményeikhez, a sok-sok kiemelkedő verseny eredményhez, akár a tanulmányokban, akár a sportban, akár a művészetekben sikerült ezeket elérni. Büszkék vagyunk mindannyian, minden tatai azokra az eredményekre, amelyeket tatai gyerekek értek el. 3 tettek ünnepélyes állampolgársági esküt május 1-én a Városháza dísztermében. Ezzel már a 200-at közelíti azok száma, akik Tatán vehették át az erről tanúskodó dokumentumot. Családtagjaikkal közösen énekelték a magyar himnuszt az eskütevők a Városháza dísztermében. 2010 óta rengetegen tették le városunkban is a magyar állampolgárság fogadalmát, közel 200-an. Ezúttal 2 ukrajnai és egy finnországi születésű férfi. Finn szakos voltam most egyetemen, és akkor még hát kellett magyarul is tanulni, mint rokonnyelvet. És hát akkor ez volt a kezdet. És nem hagytam abban, hanem folytattam. Hát ez egy nagyon hosszú út, hát fiatalkorom óta vonzódom Magyarországhoz. És hát a feleségem magyar, és itten szoktunk nyáron élni Tatához közel Nesmélyen, és akkor ezáltal Tata is nagyon otthonos lett nekem. És hát ez már csak egy lépés, hogy már itt tartunk. Mindig újra és újra megerősítenek bennünket ezek az eskütevők és maga az eskü szertartása abban, hogy mennyire fontos arra is gondolnunk rendszeresen, hogy mi magyarként születhettünk, magyarként élünk itt,
magyar emberek vagyunk, soha nem kellett esküt tennünk a magyarságunkról. Ilyen-olyan, aki katona volt, vagy ilyen esküvőnkön, tehát azért van, hogy fogadalmat, esküt teszünk, de arról, hogy mi magyar állampolgárok vagyunk, nem teszünk esküt. És vajon végig gondoljuk-e minden nap, vagy minden nap eszünkbe jut-e, vagy legalább néha eszünkbe jut-e, hogy az, hogy én magyar vagyok, az nem csak előnyökkel, lehetőségekkel jár, hanem kötelezettségekkel is. És az én személyemre, mindenki a saját maga személyére nézve, vajon milyen kötelezettségek azok, amit úgy gondol, hogy ezt azért csinálom, mert én ebben a közösségben élek, magyar vagyok, ennek a népnek, ennek a nemzetnek vagyok tagja, ezért ezt meg ezt én úgy pluszba még úgy fölvállalom magam. Ilyen egészen egyszerűre is gondolok, hogy vajon rendszeresen elolvasunk egy szép magyar verset, egy gyönyörű magyar novellát, egy jó magyar regényt, hallgatunk-e magyar muzsikát, hallgatunk-e magyar zeneszerző alkotását, részt veszünk-e az ünnepeinkbe, a rendezvényeinken, a közösségeink ünnepén, nemzeti ünnepeinken, ott vagyok-e, kiállok-e azért, igen, én is ide tartozom. Ezek az eskü alkalmak mindig erre is figyelmeztetnek bennünket, ebben is elindíthatnak bennünket, mert hogy a forma tudja segíteni a tartalom megtartását. A forma tud abban segíteni, hogy ne hanyagoljuk el ezt a gondolatiságunkat. A forma tud abban is segíteni, hogy a rendet meg tudjuk tartani az életünkbe. Úgyhogy jó szívvel kívánom mindenkinek, hogy gondolja végig, hogy vajon az ő magyarságának mik azok a sarokpontjai, és mik azok az alkalmai, amit rendre fontosnak tart külön is megemlékezni róla. És hát a gyerekeink nevelése, az ifjúság nevelése pedig a legtermészetesebben tartozik ebbe, példával tudjuk őket magyarságunkra is nevelni. Szabó Regina kezdeményezésére már harmadik éve van jelen Tatán az élményfestés lehetősége. A felhívás 2021 óta számos érdeklődő figyelmét felkeltette. Május végén az általuk készült képekből nyílt kiállítás, amely tárlatot egész júniusban megtekintheti a művészetkedvelő közönség. Színes, inspiratív és különleges képekkel telt meg az Eszterházi Kiskastély május utolsó hétvégéjén. A helyszín egy rendhagyó kiállításnak ad otthont, hiszen a képek nem egy alkotóhoz kapcsolódnak. 2021-ben kezdődött el egy élményfestészeti kezdeményezés Tatán, amely felhívás sok művészetkedvelő és alkotni vágyó érdeklődését felkeltette. Most ennek az időszaknak a terméseiből láthatnak válogatást az angol kertbe érkezők. Maga az Artificium élményfestés olyan művészeti mozgalom, ami igazából az én ötletem volt, és olyan indítatással hoztam létre ezt az egész mozgalmat, hogy elvigyem az emberekhez az alkotás élményét, örömét, kicsit meghozzam az emberek kedvét ahhoz, hogy felvállalják egyáltalán azt, amit tudnak alkotni, illetve, hogy egy kicsit visszahozzák magukat is a vásznon, és megmutathassák tehetségüket. Az elmúlt két év munkáit lehet most itt látni, és igazából sok visszatérő és új vendégem is van, aki kiállított, és nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen színes kiállítást sikerült létrehozni. És hát igazából minden, amit most így itt lehet látni, az nagyjából 10-15 ember munkája. A felhívás népszerűsége pedig többek között abban is rejlik, hogy nem kell képzett művésznek lenni az önmegvalósításhoz és a festészeten keresztül megvalósuló kommunikációhoz, érzelemkifejezéshez. Igazándiból az élményfestés az olyan embereknek is szól, akik ugye még soha nem alkottak. Na most én felkészítem őket a festészet alapjaira, ahogy megérkeznek én már felkészítem őket arra, hogy igazából mit lehet várni egy festménytől, hogy ha amatőrként állnak neki, akkor így mi fog kisülni belőle. Igazából picit talán az én élményfestésem annyival többet hozzátesz az embereknek a hétköznapi alkotásához, hogy én rengeteg időt adok nekik, és rengeteg szabadságot az alkotásban. Igyekszem az évszaknak megfelelően vegyes képeket válogatni, de minden vendégem egyéni kérését is szívesen segítek megvalósítani, és nagyon örülök neki egyébként, hogy mások, tehát hogy kiragadják azt, ami nekik tetszik, és egyéni alkotásokat is tudunk létrehozni, és nem feltétlen azokat a sablonokat, amivel én készülök előre, és hát ez a koncepció igazából.
Hozzám a Tatai Angol Kerten keresztül lehet a legkönnyebben eljutni, az Angol Kert az, aki segít nekem a reklámokban, illetve Facebook oldalon is van. És hát általában telefonon vagy Facebookon lehet bejelentkezni, illetve az Angol Kertbe is le lehet adni jelentkezést, hogyha így találtak rám. És maga a kiállítás az egy hónapig megtekinthető az Angol Kert nyitvatartási idejében. Mindenki szabadon választ időpontot magának. Május közepén érkezett bejelentés, miszerint 4 újszülött macskát találtak bezacskózva az egyik tatai temető kukájában. A Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány gondozásba vette a kölyök cicákat, akik lassan elérik az örökbefogadáshoz szükséges kort. Május közepén egy tatai temető kukájából hallott furcsa hangokat egy helyi kislány, aki miután értesítette édesanyját, hamar rájött, valaki bezacskózva dobott el 4 újszülött macskát. A család azonnal felvette a kapcsolatot a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvánnyal, akik gondozásba vették a párórás állatokat, így az összefogásnak köszönhetően mind a 4 cica túlélte az embertelen cselekedetet. Egy hulladéktárolóba volt 4 kis cica kidobva zacskóba, nylonzacskóba, bekötözött nylonzacskóba, és az anyukának nyilván nem volt szíve ott hagyni. A kislány hallotta meg egyébként a cicasírást. Annyira fiatalok voltak a kis cicák, hogy pár órásak még alig száradtak meg, köldökzsinór is rajtuk volt. Azonnal indultunk a segélycsomagunkkal, a kis összekészített a tejtáp, a pelenkával, a melegítővel, mert nyilván ennyi idő alatt is, a melegítőpárnával ennyi idő alatt is kihűlhetnek, úgyhogy azonnal egy gyors talpalót lenyomtunk az anyukának. Ő vállalta, hogy egy ideig maradhat nála, úgyhogy hát eléggé melós ez a történet. 3 óránként kell őket etetni, pocakmasszás van, kis popsiukat kell ingerelni, mint ahogy a cicamama nyalogatná nekik, hogy legyen vizeletük, székletük. Úgyhogy nem egyszerű mutatvány ez. Most bekerültek már, itt vannak nálunk az alapítványnak a kennelyébe, van egy szoptatós mamink, de sajnos hát úgy jártunk, tehát az első pillanattól fogva cumis üvegben voltak etetve, mert nem volt abban a pillanatban szoptatós mamink, és így a 4 kis cicából csak az egyik szopik. Úgyhogy a másik 3-at továbbra is cumis üvegből kell etetnünk, továbbra is 3 óránként. A sokkoló eset azonban nem csak etikailag megkérdőjelezhető. Az állatoktól való oxigén megvanás, majd kukába dobásuk egyértelműen bűncselekménynek számítanak. A BTK és az állatvédelmi törvény szerint ez letöltető börtön büntetéssel is járhat, mivel ez állatkínzásnak minősülő tett. Sajnos ez a jog nem nagyon gyakorolja ezt a részét, nagyon bízunk benne, hogy ezen változtatni fognak a közeljövőben. Amire mindenképpen számíthat az illető, aki ezt végrehajtotta, hogy pénzbüntetéssel és állattartástól való eltiltással számolhat mindenképpen. Bízom benne, hogy meg fogjuk találni az elkövetőt, és akkor a szankciónak megfelelően eljárunk, illetve a bíróság majd el fog járni az ügyben. A kis cicák jelenleg gazdikeresők, így akik szeretnének egy új boldog életet biztosítani valamelyik 4-lábúnak, azok az alapítványon keresztül bővebb tájékoztatást kaphatnak. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT tisztelettel hívja és várja a tataiakat a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából június 4-én tartandó megemlékezésekre. A program 9 órakor kezdődik a Kossuth téren, ahol félárbocra engedik az országzászlót. 15 órakor a tisztelet és megemlékezés virágait helyezik el a Szőgyéni emlékkeresztnél. 16 órakor a Nemzeti Összetartozás emlékművét koszorúzzák meg, míg 20 óra 23 perckor fellobban a Nemzeti Összetartozás szimbolizáló láng a Kávária dombnál. Folytatja népszerű sorozatát a könyves szerdát a Móri Zsigmond Városi Könyvtár. A hónapban 2 ilyen esemény is lesz. Június 7-én Smölc Margit érkezik, június 14-én pedig Karádi Anna lesz a vendég. Mindkét alkalommal 17 órakor kezdődik a program a Német Nemzetiségi Múzeumban. Péntek esti híreink következnek egy-egy mondatban.
A pedagógusokat köszöntötte Tata városa. Újabb 3 fő lett hivatalosan is magyar állampolgár. Rendhagyó kiállítás nyílt az Eszterházy kiskastélyban. A biztos pusztulástól mentették meg az újszülött kismacskákat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, június 2-án péntek este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én további szép estét, kellemes hétvégét kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!